A téli felkészülés finisébe érkezett az MB2-ben szereplő kiskürösi KSK férfi kézilabda csapata. A kiskürösiek felkészülését nehezítette, hogy sokan küzdöttek betegséggel a télen, azonban az őszi szezonban szerepelt keretet sikerült együtt tartani, nem volt távozó a csapatból és új igazolás sem érkezett. Kellett is igazítani, hogy amit én elterveztem, hogy azt nem úgy tudtam megvalósítani, akkor kellett változtatnom, variálnom rájuk próbáltam szabni azt az edzésterjedelmet, amit az a létszám, illetve az a csapat meg tudta adni. A csapat számára közeledik a tavaszi szezon bajnoki rajtja, amely előtt egy hazai rendezésű tornán vesznek majd részt február 12-én. A Gárda ezen a napon a Borváros Kupán lép pályára, amikor 10 órai kezdett el az Euroszkél kecskemét és 13 óra 30 perces kezdettel pedig a kiskunmajsai KC csapatai ellen játszanak. A bajnoki szezon két is fél hét múlva veszik kezdetét, melyen egy komoly ellenféllel, a Dunaújvárossal mérkőznek meg egymással. Volt elcserélt mérkőzésünk, tehát több hazai mércsünk lesz. Látalában általában azért utazás szempontjából mindenképp jobb, de van, mikor ugye a nézők is úgy, hogy belehergelik, lehet, hogy jobban jövünk, lehet, hogy rosszabb jövünk. Erre leszek kíváncsi én is, de hát én mindenképpen egyébként azt mondom, hogy a hazai pálya előny kell, hogy legyen. Az edző elmondta, hogy a tavaszi bajnoki szezonban a tiszta bennmaradás a legfontosabb, de szeretnének előrébb jutni az őszi szezonhoz képest.